Figyelmeztette Oroszországot a NATO főtitkára, hogy nagy árat fizetne egy Ukrajna elleni esetleges akcióért. A NATO tagállamok külügyminisztereinek lettországi tanácskozásán az amerikai külügyminiszter szintén bejelentette, hogy komoly választ adnak bármilyen orosz agresszióra. A Kremlt viszont az orosz határ közelébe összevont ukrán csapatok aggasztják. Jens Stoltenberg felszólította Moszkvát, hogy újra vegyen részt a NATO Oroszország tanácsban, és kitért az atomfegyverek elterjedésének kérdésére is. Fel kell készülnünk a legrosszabbra, és át kell adnunk azt az üzenetet Oroszországnak, hogy nem végezhetnek katonai behatolást Ukrajnába, mondta a NATO főtitkára. Majd hozzátette, hogy a Nyugat képes reagálni Oroszország katonai fellépéseire, és az évek során bebizonyították, hogy képesek súlyos gazdasági, pénzügyi és politikai szankciókat alkalmazni. Josep Borrell is az Európai Unió támogatásáról biztosította Ukrajnát. Mindent meg kell tennünk, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, az Ukrajnát érő bármilyen agresszióra erős válaszreakció fog következni, mondta az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Vladimir Putyin orosz elnök úgy nyilatkozott, hogy szorgalmazza a nyugati országokkal való megbeszéléseket. Az elnök ezt annak érdekében tenni, hogy a NATO semmiképp ne terjeszkedjen kelet felé. Ebben a szituációban megfelelő katonai és technikai intézkedéseket vetünk be. Újra mondanám, nem mi vagyunk a fenyegető fél, jelentette ki az orosz elnök. Az ukrán miniszterelnök Volodymyr Zelenszky szerint közvetlen kommunikációnak kell létrejönni Ukrajna és Moszkva között ahhoz, hogy véget vethessenek a háborúnak. Eközben elkezdődött az orosz katonák téli gyakorlati kiképzése. A gyakorlatozás több mint 30 helyen fogják tartani 6 különböző régióban, többek között a 2014-ben annektált Krím félszigeten is.